Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit! Itt vagyunk Békés határában, mégpedig a békési VOR antennát fogom most megnézni. Ezt már régóta meg szerettem volna, és rengetegszer elmentem mellette, hát most akkor eljött a pillanat. Tehát ez a VOR antennák, azok a repülőgépeknek a navigációját segítik, tehát ez ilyen iránymeghatározó dolog, és hát több helyen is van az országban, ugye a Monodit azt már megmutattam nektek, ez a Békési ennek a hívójele egyébként BKS, amit bizonyos frekvencián, aztán pont ez az antenna az, amelyik azt sugározza, aztán 116,valahány MHz-en, de most pontosan nem tudom. De egy megfelelő adóvevővel be is lehetne fogni, hogy a mozdakódot sugározza a BKS-t. Ugye aztán Monodinál már láttam ilyen videót, hogy az MNL-t sugározza, meg van egy tápiósápon is, ami a TPS-t. Aztán még Pusztaszabolcson, meg Bugacon van még ilyen VOR antenna, meg talán Nyíregyházán. De majd megnézzük akkor ezt a későt. Hát egyébként ugyanúgy néz ki szerintem, mint amit Monoron találtam ott a pusztába. Na, mindjárt még közelebb megyek, és akkor megmutatom közelebbről. És itt van gyakorlatilag közvetlen közelről. Egyébként azt, hogy pontosan mikor telepítették ezt ide, azt nem tudom megmondani, mert néztem közben a fentről.hu térképeket, 1990-esen még nem látszik, hogy itt van, és akkor annál újabbakat meg nem találtam, régebbieket igen, hát nyilván azon sem látszik. Viszont arra emlékszem határozottan, hogy az már nagyon régóta itt van. Tehát szerintem ilyen 95-96 környékén már tuti, hogy itt volt, mert sokszor jártunk Szolnokra, így autóval, itt Mezőverény fele, ott akkor 40-es útnak hívták, most már 470-es, és sokszor láttam én ezt már, régebben is, hogy ez itt van. Tehát valamikor azt hiszem 93-94 környékén építhették. És ugye ezek a minden irányba lévő 360 fokban folyamatosan, ezek azt hiszem az irányadók, hogy valahogy úgy működik, de amikor a Wikipédiában adódó részletes leírás, hogy bizonyos időközönként mindegyik ilyen ezért egymás után sugároz, tehát a fő antenna pedig, ami ott középen van, annak folyamatosan adja a jelet, tehát az alapján tudja a repülőgép elektronikájának, hát ugye a személyzet, amikor ezt a jeleket veszi, hogy melyik ezért az antennának a jelét veszi. És hogyha már ráhangolódott arra, akkor mindegyik bizonyos időközönként folyamatosan ipásztáz végig. És az alapján meg, hogy melyiket tudja venni, milyen erősséggel, azt is meg tudja mondani az irányt is, hogy milyen messze van, meg hogy milyen irányba van az antennához képest. Na, kicsit közelebbről is megnézem, már amennyire lehetséges. Érdekes egy szerkentyű, az már biztos. Na, így néz ki a másik oldalról. És ott is van egy antenna. De gondolom, az is a rendszerhez tartozik. De a rendszer elkezdek a körbe lévő antennák. Ugye, és ott van gondolom a maga a berendezésnek a lelke, ott ahol ugye megy a klíma is, gondolom az elektronikának kell a hűtés. Ezt meg valami tartalékaksi lehet szerintem, vagy pedig valami tartalékgenerátor inkább szerintem, hogyha az aksi is lemerült, akkor ezzel a dízelgenerátorral lehet még áramot adni neki. És hát akkor ennyi. Antenna egyébként maga a vezérlés még onnan is megy. Ott az a szélső ház ott a török-szigeti lecsatlakozásnál, egyébként az volt egykor az iskolaépület, de hogy az is ehhez az antenna rendszerhez tartozik. Illetve ott is egy antenna, de majd azt is meg fogom nézni. És akkor itt látjátok a radarállomásnak a vezérlését. Egyébként ez az épület volt az iskola Török-szigeten annó. És akkor itt is ugye látjátok, hogy a hungarokontrollé. Itt az épület, nézzük, ott a tábla. Ott van az a középhullámú antenna, ami még kiegészít a jeleket sugároz a VOR antennának, vagy a VOR antennát kiegészítve, és bizony innen kezelik. És hát így néz ki a másik oldalról. Na, ez az épület volt annól egyébként itt az iskola. Itt van az antenna, ennél közelebb nem lehet hozzá menni. Sima rádióhullám egyébként, és az egykori iskola épület. Másik irányból, ami másik oldalról. Nem tudom, ez a dob alakú valami, ez is egy antenna, de ez már komolyabb. de hogy pontosan milyen frekvencián sugárhoz, azt nem tudom. De akkor ennyi lett volna ez a Békési VOR antennát bemutató rövid dolog. Úgyhogy legközelebb majd egy másik videóval jelentkezek. Még azt nem tudom, mi lesz, de majd idővel megtudjátok. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!